Lejátszotta első Európa-bajnoki selejtező mérkőzését a magyar női kézilabda válogatott. Hazai pályán nagyon magabiztosan 22 góllal sikerült nyerni Azerbajdzsán ellen. Karl Erik Böhnt a mérkőzés értékelésére kértük. Ez egy könnyű, de nagyon fontos lépés volt. A lányok kiválóan teljesítettek. Sikerült-e kipróbálni új játékformációkat a meccsen? Igen, próbálkoztunk új játékformákkal, de a játékosoknak természetesen már voltak bevált figuráik. A régi és új elemek keverése jól sikerült, elégedett voltam vele. A következő meccs egy kicsit nehezebb lesz, Fehér Oroszország idegenben. Ők egy sokkal erősebb csapat, mint az azeriek voltak. Idegenben ez egy nagyon kemény meccs lesz ellenük. Nincsenek kimondott elvárásaim, de ha keményen dolgozunk, legyőzzük őket, és még egy lépéssel közelebb kerülünk Hollandiához. 6 góljával Görbic Anita a legeredményesebb játékos volt a magyar válogatottban. Készültünk, hogy hazai pályán meg tudjuk venni az Azerbajdzsánt, persze azért tudtuk, hogy nem lesz olyan nehéz dolgunk, de hát mivel ugye azért itt minden új, és hát ugye egy német meccs után jöttünk újra össze így a válogatottal, azért az elején egy kicsit nehéz volt, a mérkőzésen lehetett is látni, de aztán így 5-10 perc után már felszabadultan tudtunk játszani. Így az első napok hogy teltek a válogatottal? Az első nap volt rögtön egy megbeszélés, ami eléggé sokkolta a társaságot, én úgy gondolom. Nagyon-nagyon pozitív volt Erik, és ez az, ami nagyon-nagyon furcsa volt számunkra. És ugye most elég furcsa az is, hogy nem ez a megszokott 1-es, 2-es, 3-as, 4-es figurák vannak, hanem mindenkinek van egy figurája, és ugye a meccsen is a neveket kell bemondani. És ugye azért ezt meg kell tanulni, hát ugye mindenkinek tudnia kell, hogy mit, merre, hogyan kell menni. Hát ugye természetesen azért lehetett látni, hogy itt a hát mögötti passzok, akkor nem oda nézős passzokat, amit kér tőlünk az Erik. Ezt még szoknunk kell, tanulnunk kell, de úgy néz ki, hogy eddig bevált. Átlövünk, Hornyák Ágnes szintén kezdőként kapott szerepet az új szakvezetőtől, és ezt jó, kiegyensúlyozott játékkal hálálta meg. Szerintem mindenki látta, hogy valamilyen szinten egy kicserélt új magyar női kézilabda válogatottat láthatott a pályán, és reméljük, hogy az erő és az a pozitív hozzáállás a továbbiakban is mellettünk lesz, és a felfogásunk így fog tovább működni, és remélem ez most a Fehér Oroszok ellen is megmutatkozik. Mi az, amiben az új szövetségi kapitány újat hozott a válogatottnak? Mindenképpen a hozzáállás, és próbáljuk elhinni, és ő is elhitetni velünk, hogy igenis ott a helyünk az élvonalban, és igenis ér valamit ez a magyar válogatott, hiába nagyon sok ember leírt már minket, több van bennünk, mint ami eddig kijött belőlünk. A csoport másik mérkőzésén a németek 27-19 arányban legyőzték következő ellenfelünket, Fehér Oroszország csapatát.